Mattioni Eszter újra felfedezése néven nyílt időszaki kiállítás a Szekszárdi Vármegyeházában. A festőnőnek már van egy állandó tárlata a Tolnai megyeszékhelyen, az ott kiállított műveket még 1981-ben adományozta Mattioni szülővárosának. A most nyíló tárlat anyagát azonban elsősorban Darányi István gyűjteménye adja, aki a festőművész egykori munkatársa volt, és aki az évek alatt barátsága formálódó kapcsolatuk során bejáratos lett Mattioni műtermébe is. A jó viszonynak köszönhetően számos olyan ritkaság számba menő dokumentáció és festmény került a műgyűjtő tulajdonába, amelyeket most önzetlenül adott át a múzeumnak bemutatásra. István egy gyűjtővé vált tulajdonképpen Mattioni Eszter mellett, több művet kapott ajándékba a művésznőről, de szokta mondani, hogy a műteremben csak úgy elheverő kis fecniket is felvette, és ő meglátta benne az értéket, és a művésznő jóváhagyásával azok eltette. Így láthatunk például ebben a válogatásban korai rajzokat, akár ilyen skicceket, tényleg ilyen csomagoló papírra odavetett skicceket, jó néhány vázlatot. Tehát, és amiben újra felfedezése, tehát itt Szekszárdon egy olyan válogatást mutatunk be, amiben sok újdonság van. Például a korai iskolai rajzok az iparművészeti iskolában, illetve főiskolai festmények, aztán a 30-as években keletkezett részkarcok közül, amikből keveset ismertünk, aztán az 50-es évekből egy stációsorozat, ami a Gyuri vázlata, kétféle vázlata is. De csendéletek és tájképeket is, valamint egy igazi különlegességet is megcsodálhatnak az érdeklődők az időszaki tárlaton. Az 1937-es párizsi világkiállításra készített a Magyar Pavilonba készítette a mezőgazdasági terem monumentális, ilyen 14 méteres kapujának a festményeit. Az eredetiket nem ismerjük, nem tudjuk, mi lett a sorsa, de itt egy kis vázlat van, ami megint a népviseletes vonalat mutatja, hiszen a 1931-ben a Siógárdi fehér lányokat ábrázoló templomból jövő kompozícióval nyert először egy utazási ösztöndíjat, és természetesen aztán a népviseletes lányok, asszonyok, férfiak megfestése az az életművének egy fontos része lett. Tehát ezekből is látunk itt néhány vázlatot, illetve festményt is. Úgyhogy sok érdekességet tartalmaz a kiállít, a tárlat, és még néhány hímes követ is, a súlyuk miatt ugye ezt nehéz installálni, de a vitrinekben elhelyeztünk néhány hímes követ, ami meg azért érdekes, mert a hímeskő technika fejlődését mutatja a műkő, a márványzúzalékos műkőtől egészen a kiforrott hímeskő technikáig, amit már az állandó kiállításon is láthatunk. A festészet és a hímes kövek készítése egyformán jellemző volt Mattioni művészetére. Ez a kettő nem igazán választható szét, mert azt látni az életműven, hogy amit ő meg akár vázlatban elindít, azt megfesti, és később valahol megjelenik hímeskőben is. Tehát, hogy ez fokozatosan. Ugye vannak hatalmas hímeskő, 60 négyzetméteres hímeskő művei, a budapesti csokoládégyár akkoriban, amikor elkészült 1943-ban a Stümmer csokoládégyár fogadócsarnoka volt, a Rókuskápolna ott hímeskövei, az altemplomának a padozata, a széke Fehérváron a Zsolt utcai templomnak az egész hátsó fala, tehát az oltár mögötti fal, hímeskő kompozíció, aminek a vázlata itt látható, az a Győri Székesegyházban, szintén a Győri Székesegyházban készült Apor Vilmos püspöknek a síremléke mögött szintén egy gyönyörű hímeskő kompozíció van. Szóval szerintem ez a kettő nagyjából egyensúlyban van. A kiállítást portrék is színesítik. Ez egy önarckép a 30-as évekből. Az önarcképek nagyon érdekesek, ő a 29-től a 30-as évek végéig fest jó néhány önarcképet, majdnem azt lehet mondani, hogy minden évben fest egy önarcképet, és utána, mintha elvágták volna, utána nem ismerek további önarcképeket. És aztán vannak nem olyan sok az életműben, amit ismerni lehet, de bukkannak föl újabbak időnként. Itt a kiállításon például a testvérének, Mattioni Erzsébetnek a portréja, a pasztelportréja látható.
még a sajátján kívül. Az egyik vitrínben pedig egy abszolút kuriózum került bemutatásra, erről is beszélt a főmúzeológus. Itt van Mattioni keresztelő pohara, a családi dokumentumokat is kiállítottunk, illetve fényképeket is. Itt van Mattioni keresztelő pohara, ami azért érdekes, mert Mattioni nagyanyja, Török Józsefné Sas Erzsébet, Sas Erzsike, az az Erzsike, akinek Petőfi a Négy Ökrös Szekér című verset írta. Tehát ezt Mattioni az életrajzi interjúiban mindig elmondja, tehát ő erre nagyon büszke. És tehát Mattioni keresztelő pohara a vésed szerint az Sas Erzsébet keresztelő pohara is lehetett, mert hogy az ő monogramja van rajta, tehát ezt is ki tudtuk állítani, szintén Darányi István jó voltából. Mattioni Eszter újra felfedezése című kiállítás a Vosinszky-Mór megyei múzeum Vármegyeházi időszaki kiállító termében 2023. március 19-ig látogatható.